Sok szeretettel köszöntöm a tisztelt lakosságot innen a Dózsa György utcából, ahol a napokban fejeződött be egy számunkra nagyon fontos beruházás. Az utcának a páratlan oldalán épült meg a csapadékvíz elvezető rendszer, illetve készült el egy teljesen új járda a közterület teljes hosszán. A csapadékvíz elvezetés a város déli részén, különösen itt a Tókert városrészben, még számos utcában sajnos mindmáig megoldatlan probléma. Ez irányba léptünk, azt gondolom, nagyot előre azzal, hogy itt a Dózsa György utcában a Tókert városrész egyik mély pontján készült el a részben nyitott, részben zárt csapadékvíz elvezető rendszer. A zárok... Részben felésre került, az ingatlanok előtt parkolásra alkalmas felületek jöttek létre. A terv az, hogy ezáltal is tudjuk segíteni a közlekedést itt a rendkívül szűk keresztmetszetű utcában, hiszen nem csak parkolni, hanem lehúzódni is lesz lehetősége a gépjárművezetőknek, és hát nyilván komfortosabb lesz a behajtás az udvarokba is. Szükséges volt megtartani nyitott árok szakaszokat, amiatt, hogy számos ingatlan az utca szintje alá épült, és a járdáról, valamint az ingatlanokról a vizet így módon tudjuk megfelelően elvezetni. De hogy ez még biztosabb legyen, az elkészült járda mellé 40 folyóméter hosszan folyókával is segítjük a víz folyását, valamint itt mellettem elkészült, helyreállításra került az a nagyon régóta meglévő gyűjtő akna, aminek a szerepe az, hogy a Csokonai utcáról, annak a mellékutcáiról, tehát a Nagy László utcáról, Gárdonyi Géza utcáról, Somogyi Béla utcáról ide érkező csapadék vizet, valamint részben az Ifjúság utcáról a Sikátoron keresztül érkező vizet, illetve innen a Dózsa György utcáról az utca két végéről érkező csapadékvizet egyaránt el tudja vezetni, mégpedig a Berta Park irányába, az ott található gyűjtő aknákhoz. Bízunk abban, hogy a csapadékvíz ebben az utcában, legalábbis az utcának a páratlan oldalán nem fog már a jövőben gondot jelenteni. Viszont rendkívül fontosnak tartom, hogy az utca páros oldalán is ezeket a fejlesztéseket elvégeztesse az önkormányzat. Ennek érdekében ajánlatokat kérünk be a közterület másik felének a csapadékvíz elvezetésére, hiszen két szakaszon, két ponton is rendkívül rossz állapotban van a gyűjtőakna, azokat lényegében újra kell építeni. Egyrészt itt az utcának a közepén az elkészült helyreállított taknával szemközti aknát is újra kell építenünk, természetesen rácsos megoldással, valamint a Csokonai utca, Dózsa György utca kereszteződésében is helyre kell állítani a gyűjtőaknát. Azt gondolom, hogy célszerű lenne, az önkormányzatnak a teljes közterületen megoldania végleges és üzembiztos módon a csapadékvízelvezetést, illetve szintén biztosítanánk a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan az úttestel párhuzamosan parkolási lehetőséget. A járda, illetve a csapadékvíz elvezetés építése itt a Dózsa György utcában azáltal vált lehetővé, hogy önkormányzatunk idén kicseréltette a rendkívül elavult régi vízezeték hálózatot a lakossági bekötésekkel egyetemben, mintegy 6 millió forint értékben. A most elkészült járdaszakasz, valamint a kapcsolódó csapadékvíz elvezetés pedig mintegy 17,5 millió forintba került, amelyet teljes egészében önkormányzatunk önerőből finanszírozott. A kivitelezést önkormányzatunk megbízásából a Via Vomito Kft. végezte, illetve a költségtakarékosság jegyében a Városüzemeltetési Kft. is közreműködött, hiszen a régi járdalapokat ők szedték fel, illetve részt vettek a gyűjtőaknának a kivitelezésében is. Amit még a tervezett elképzelésekkel kapcsolatban el szeretnék mondani, az az, hogy nem csak a Dózsa-György utcának a csapadékvíz elvezetésével, hanem tulajdonképpen a Csokonai utca teljes hosszán probléma van a csapadékvíz elvezetéssel, hiszen az Ifjúság utcáról lezóduló vizet is szükséges lenne a Dózsa-György utca Csokonai utca találkozásánál megfogni. Ezt egy rácsos megoldással, az aszfalt pálya alatt áteresz építésével szeretnénk megoldani, szintén a közeljövőben. És hát nyilván, mivel itt vagyunk a, ennek a település résznek a legmélyebb pontján, innen felfelé haladva célszerű a fejlesztéseket, az építéseket folytatnunk. Rendkívül fontos a közlekedésről is beszélnünk. Azáltal, hogy a Dózsa György utcában lehetővé vált a gépjárműveknek az útpálya melletti elhelyezése azzal, hogy az árok nagy felületeken becsövezésre került, és tulajdonképpen parkoló helyek kerültek kialakításra. Ezáltal lehetővé válik az, hogy újra gondoljuk az egyirányú forgalmi rendet, és ezzel kapcsolatban. Változtatásokat eszközöljünk. Az én javaslatom, jegyzőasszonynal egyeztetve az lenne, hogy a beruházás elkészültével biztosítsuk mindkét irányból a bejutást erre a közterületre, mégpedig oly módon, hogy a szembejövő forgalomnak legyen elsőbsége a békacsárda irányából, tehát a főúta Miskei utca irányából a Csokonai utca felől érkezőkkel szemben. Bízom abban, hogy az elkészült beruházás itt a Dózsa György utcában elnyerte az ingatlan tulajdonosoknak a tetszését, és egy komfortos járdával, valamint korszerű csapadékvízelvezetéssel tudtunk hozzájárulni a lakókörnyezet szépítéséhez, illetve megfelelőbbé tételéhez.